Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig. Köszöntjük kedves hallgatóinkat a Kontakt Rádióban, a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Ezúttal Budapesten a Bajor Gizi Színész Múzeumban látogatunk el, vendégeink pedig hárman is vannak, Szebényi Ágnes múzeumpedagógus, Gajda Tamás és Somogyi Zsolt muzeológus. És akkor mindjárt érdeklődnék is náluk, hogy a Bajor Gizi Színész Múzeum hogyan jött létre, mikor és mi a célkitűzése? A Bajor Gizi Színész Múzeumot Gobbi Hilda alapította Bajor Gizi halálakor. Bajor Gizi 1951. februárjában halt meg, és akkor Gobbi Hilda úgy érezte, hogy nem lehet, hogy ez a csodálatos művésznő emlék nélkül menjen el, és elhatározta, hogy egy emlékszobát hoz létre, illetve Jászai Marinak és Márkus Emiliának is berendeztek egy-egy emlékszobát, és egy évvel később, 1952. február 12-én nyílt meg a Bajor Gizi Színész Múzeum Bajor Gizi halálának az első évfordulóján, tehát ebben az évben 60 éves. Azt még hozzá kell tennünk, hogy a Bajor Gizi Színész Múzeum az Országos Színháztörténeti Múzeum kiállítóhelye, amely véletlenül szintén 1952-ben alakult, tehát mind a két intézet évfordulót ünnepel az idén. Hogy néz ki ez a múzeum, milyen ez a villaház, amiben berendezték, és milyen kiállítások vannak? Tehát Bajor Gizi villája egy kétszintes épület, tulajdonképpen úgy alakult ki a múzeum, hogy Gobbi Hilda, ahogy kiürültek a különböző lakások, fokozatosan terjeszkedett, és így ma már az egész épület az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiállítóhelye. Az emlékszobák sajnos 2009 végén lebontásra kerültek, így ma a földszinten időszaki kiállítások kapnak helyet. Most pillanatnyilag Básti Csákányi két év négy színész címmel látható egy tárlatunk. Ez Básti Lajosnak és Csákányi Lászlónak állít emléket. Básti Lajos tavaly lett volna 100 éves, Csákányi László 90 éves. A négy színész pedig úgy következik, hogy a két kiemelkedő tehetségű apának két nagyon tehetséges lánya van, Básti Juli és Csákányi Eszter, így az ő pályájukat is felvillantja ez a tárlat. Ezen kívül egy hetedik kerületi színházat is ünneplünk egy kiállítással. A Kolibri Színház 20. évfordulójára készült egy kiállítás, amelyről kolléganőm mond pár mondatot. Igen, ez az Együtt nőttünk fel címet viseli a kiállítás. A Jókai téren van, mi már 20 éve működik, és mondhatom, hogy igen, jól reprezentálja azt a színházat, ami nem csak gyerekeknek, illetve felnőtteknek, hanem ifjúsági, a nagyon problémás kamaszoknak is egyre több előadást készít. Úgyhogy ezt a 20 évet nagy örömünkre nálunk ünnepelték. 2011. októberében, október elején nyílt meg a Bajor kiállító termeiben 3 teremben az ő életművüket, addigi pályájukat bemutató kiállítás. Rengeteg bábbal, jelmezzel, jelmeztervel, és ezek között olyanokkal is, amikhez hozzá is lehet nyúlni. Tehát azt gondolom én például, mint múzeumpedagógus, hogy ez egy igen látogatóbarát és gyerekbarát tárlat, amennyiben majdnem minden sarokban van valami interaktív elem. Értve ez alatt, hogy például föl lehet próbálni dolgokat? Igen, kaptunk jelmezeket, ráadásul olyanokat is, amiket becsben tartunk, hisz nem kapjuk meg végleg, hanem majd vissza kell szolgáltatni, illetve különleges bábtechnikával mozgatható bábokat is. Úgyhogy vannak konkrétan olyan programjaink, amik ezekre a tárgyakra épülhetnek, hisz különleges dolog lehet mondjuk egy zsinóron mozgatott marionett bábot megmozgatni, vagy egy potos bábot, ami azért különlegesebb, mint amit minden nap látnak a gyerekek. Egy izgalmas, és március 11-ig még megtekinthető a Básti Csákányi kiállítás pedig. Illetve van egy különleges kezdeményezés, az idén már második éve van kapcsolatunk a Morlin Nagyművészeti Egyetem média dizájn szakos hallgatóival,
akiknek tulajdonképpen az volt a feladatuk, hogy eljöve a múzeumba milyen ihletet kapnak az ott látható időszaki, illetve állandó kiállításokról, és ehhez a mai kor eszközeivel készítettek különböző projekteket. Tehát például a látogatók, ha eljönnek, akkor láthatják azt, hogy mit láthatott Bajor Gizi kutyája, tehát egy kutyussal vették fel a múzeum tereit, illetve a kertet, vagy például egy nagyon különleges, úgynevezett morfolásos technikával dolgozta fel az egyik hallgató az ember tragédiája három fő alakjának történetét, Ádámot, Évát és Lucifert. Tehát itt különböző korszakból származó fényképek úsznak át egymásba. Hogyha a tárgyanyagot nézzük, akkor a fényképeken kívül ezen a kiállításon mit lehet látni? Az emlékekből mi az, amit kiállítottak? A tárgyi emlékanyag elsősorban a két állandó kiállításban kapott helyet, amelyről Tamás tudna többet mondani. A Gobbi Hilda elképzelését azért nem mindenben dobtuk a sarokba, vagy hogy mondjam, tehát nem gondoltuk úgy, hogy eljárt fölötte az idő. Részben azért van egy Bajor Gizi emlékszobánk, amely bemutatja a múzeum kialakulását, a múzeum történetét, a Bajor Gizi villa történetét, ki mindenki fordult meg Bajor Gizi otthonában, illetve hogy Gobbi Hilda hogyan varázsolta, vagy hogyan alakította át ezt a egykori színész otthon múzeummá. És nagyon sok olyan tárgyunk van, amely Bajor Gizi lakását díszítette. Például van egy legyező, vagy vannak apróbb ilyen nippek, vagy csecsebecsék dísztárgyak. Ugyanakkor megvan Bajor Gizinek a szépítkező készlete. Van néhány színpadi kellék, amelyet Bajor Gizi a Nemzeti Színházban használt. De a legérdekesebb azért az emeleti állandó kiállításnak az a része, amely a magyar színjátszás elmúlt 150 évének legjelentősebb alkotóit mutatja be, például Blaha Lujzát, Fedák Sárit, Pálma Ilkát, Rózsahegyi Kálmánt, Beregi Oszkár, de hát most nem akarom ezt a névsort fölmondani, mert biztos kihagynék valakit. Ott a kiállításnak az a gondolata, hogy a színdarabból hogyan lesz előadás, és az előadás után a közönség és a színészek hogyan töltik el az időt. Tehát láthatunk premier ajándékokat, babérkoszorút, ezüstkoszorút, láthatjuk azt, hogy a színészek szabadidejükben festményeket csináltak, rajzoltak, biliárdoztak a New York kávéházban, láthatunk felvételeket, fényképeket a Nemzeti Színházi premierről, ugyanakkor megnézhetjük a Nemzeti Színház, az egykori Nemzeti Színház, illetve a Népszínház királyi páholyának a darabjait, megnézhetjük a Nemzeti Színház makettjét, a Víg Színház makettjét, tehát a színház tárgyi emlékei azok körülbelül így néznek ki, a színészek személyes holmiai, a színház épületekből megmaradt kövek, díszletelemek, és fényképek, levelek, kéziratok, karikatúrák, és hát a legfontosabb talán az, hogy sok mozgóképet is lehet látni. Tehát a Nemzeti Színház udvarán 1925-ben készült egy némafilm, ahol az akkori társulat színeje a felsorakozott és bemutatkozott Hevesi Sándor igazgató vezetésével. Ebből a filmből is van néhány kocka. Technikailag hogyan oldják meg ezeknek a bemutatását? El kell mondanom, hogy ezt a kiállítást Pasecki Zsolt, aki azóta már sajnos meghalt, díszlettervező barátommal készítettük, és ő kitalált egy kukucskáló dobozt, amiben egy színházi látcsövön keresztül lehet benézni, és egy a tévé képét egy tükörrel fordította vissza, és hát ez nem egy hagyományos digitális képkeret van a kiállítási térben. A Bajor Gizi kiállítás, amely nem olyan régen nyílt meg, ott már egy igazi digitális képkeret simul a környezetbe, de ott talán a folyosón ez rendjén is van, hiszen festmények és grafikák vannak a falon, illetve hát van egy hasonló asztal, mint itt a stúdióban, és szép nikkelezett gombokat, ha lenyomjuk, akkor például Básti Lajosval, Bajor Giziről, és ezek ilyen rövid kis emlékezések, és a közönség, hát akár vagy a látogatók, akár az összes gombot végignyomhatják, és végighallgathatják ezeket a történeteket. A látogatóknak van valami kedvenc helyük a múzeumon belül, vagy emlékkönyveli bejegyzésből lehet tudni a reflexiókat?
Hát én akkor hadd kezdjem a gyerekekkel, nekik van egy kedvenc terük, amit tényleg is hasonlóan a többihez Pasecki Zsoltnak köszönhetünk, az emeleti színpadi szoba, ami egy színpadban végződik, és ez pláne azok a gyerekek, akik már legalább másodszor jönnek vissza, olyan nincs, hogy oda ne akarnának fölmenni, és ott a színpaddal valamit kezdeni. És a felnőttek? Azt gondolom, hogy a felnőttek számára talán tényleg a Bajor emlékszoba az, ami a legnagyobb élményt nyújtja, hiszen itt megidéződik Gobbi Hilda szelleme is, tehát az általa megálmodott múzeum, amikor valóban a padlótól a plafonig mindent fényképek borítottak, illetve a Tamás által említett digitális képkeretben, egyik digitális képkeretben egy a múzeum történetét feldolgozó dokumentumfilmet is láthatnak. Bocsánat, szerintem a kertet ne hagyjuk, én azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb vonzerőnk, és ha egyszer egy évben legalább a múzeumok éjszakáján ezt be is tudjuk bizonyítani, hogy hömpölygő tömegek jönnek és imádják. Milyen program volt a múzeumok éjszakáján még a zene előtt? Meséljük el. Különböző korcsoportokat próbáltunk megcélozni természetesen, úgyhogy egy zsonglőr játszóházzal indult a napi program. Akkor még állt az Országomat egy lóerőért című fotókiállításunk, ahol színészek és különböző járművek voltak láthatóak egy-egy fényképen. Úgyhogy ehhez a Hoppártársulat állított össze egy zenés összeállítást utazós dalokból, illetve a legjelentősebb esemény Gyarmati Ágnest köszöntöttük a 70. születésnapján. Ő kiemelkedő jelmez díszlettervező, például a Mephisto című egyetlen Oscar-díjas magyar játékfilm jelmeztervezője, és ott egy színházi divat bemutatót tartottunk az ő jelmezeiből, például Eszenyi Enikő vagy Balsai Mónika részvételével. És végül a Könnyű Esti Sértés színészzenekart hívtuk meg, akik az est végén koncertet adtak. Most a zene után még gyorsan eszembe jutott egy kérdés, az Országomat egy lóért. Időről időre, hol itt, hol ott felbukkan, jelenleg a Klebersberg kúriában látható. Ez teljesen ugyanaz, vagy pedig némileg átalakult az anyaga? Úgy emlékszem, erről a fotótármunkatársait kell megkérdezni, hogy ez ugyanaz az anyag, ami nálunk is látható volt. Azt tudom, mert én múlt héten láttam, csak talán kicsit szűkebbre szabva, de ugye, Tamás? Hát igen, természetesen ugyanaz nem fér be sehova, hanem csak hozzánk. Nagyon szomorúak vagyunk, hogy ott kevesebben látták a Bajor Gizi Múzeumban, mint most, de jobb később, mint soha. No, akkor hallgassuk Bajor Gizit énekelni, aztán folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlata című műsorban, ahol a Bajor Gizi Színész Múzeumban járunk, és nagyon izgalmas, érdekes dolgokat hallottunk a jelenlegi kiállításról Szebényi Ágnes, Gajda Tamás és Somogyi Zsolttól, és akkor most szintén velük folytatom a beszélgetést, és a múzeumban zajló életről fogunk beszélgetni. Kezdjük akkor a múzeumpedagógiával. Milyen programok vannak, miket csinálnak ott a gyerekek, és milyen korosztály?
Tehát elég változatos korosztály. Alapvetően az általános iskolásokra építünk, és mindig nagy kihívás, hogy a középiskolás korosztályt is becsalogassuk. Vannak standard állandó programjaink, amik nem feltétlenül kötődnek az adott aktuális kiállításokhoz. Az egyik alapvető az a jelmezes öltözködésre épül, és mondhatni, hogy az elmúlt 6-8 évben hatalmas mennyiségű nem múzeumi tárgy, hanem kifejezetten cibálható, gyerekek által megfogható jelmezeket, jelmezmásolatokat készítettünk, varrattunk. Ez az egyik legközkedveltebb programunk, a jelmezes öltözködés, amiben nem csak ruhák vannak, hanem mindenféle kiegészítők is, tehát legyezők, napernyő, sétapálca, szivarok, pipa, tehát olyan kiegészítők, amiket esetleg tárgyakként a mai világban a gyerekek már nem tudnak kézzelfogható közelségben megtapasztalni. Aztán nagy közkedvelt program még, amennyiben próbálunk kötődni az irodalom tanításhoz, hogy az iskoláknak fontos legyen eljönni, illetve kimozduljanak, azok a kötelező irodalmak földolgozása. Ezt kínáljuk mi mondjuk elsősorban a dráma területéről, helyzetgyakorlatokkal, szerepjátékokkal próbáljuk meg földolgozni, amit az iskolában tanulnak egy-egy dráma, egy-egy kötelező olvasmány kapcsán. És itt a múzeumpedagógia és a drámapedagógia nálunk, aztán ami egy színészmúzeum, nagyon szorosan összekapcsoló. Ezen kívül pedig vannak mindig a kiállításokhoz kötődő programok. Most azért bőségesen volt ez így a Kolibri kiállítás ideje alatt, ahol a Bors néniből Molnár Piroska és Novák János adott elő egy blokkot egy alkalommal. Aztán háromszor jöttek föl a kolibris színészek, és úgynevezett beavató színházi programot tudtak ott lebonyolítani. Tehát ezek így dióhéjban átadom a szót a többieknek. És hát ne feledkezzünk meg a családi vasárnapokról sem. Évente 4 alkalommal várjuk a szülőket és a gyerekeket, hogy tulajdonképpen együtt legyenek a múzeumban. Ilyenkor is különböző kézműves foglalkozást biztosítunk a gyerekek számára, a felnőtteknek tárlatvezetést. És ezek mindig éppen egy-egy évszakhoz, vagy egy-egy fontos ünnephez kötődnek, tehát most a február 5-én éppen a farsangi családi vasárnapra készülünk. Ez nagyon izgalmasan hangzik. És a farsangi jelmezek melyik korszakhoz kapcsolódnak, vagy milyen formában fognak itt megjelenni? Hát nem is annyira jelmezek lesznek farsangiak, hanem maszkokat, állarcokat készítünk, és lehetőség szerint bemutatjuk azon színészek maszkjait, vagy egy-egy előadás jelmezeihez kapcsolódó maszkokat, amiket annak idején a számukra megterveztek, tehát ebben egy kicsit a múzeumhoz is közelítünk. Egyébként meg ez inkább amellett, hogy a dramatikus játék, amennyiben egy színész múzeumhoz ez kötődhet, a hagyományismeret farsangi témáit dolgozná fel. Tehát itt ez valójában inkább egy ilyen múzeumba csalogató alternatív programmal, ez lenne a célja. És hogyha már itt a múzeumba csalogatásnál tartunk, a múzeumban dolgozók, a múzeumpedagógia, kiállítás, rendezés, és még területén dolgoznak, és ezen kívül még mivel foglalkoznak? Folyik kutatás, a tárgyaknak a kezelése, adattári munka, tehát milyen munkák vannak? Most egy nagyon nagy munkában vagyunk, egy könyvet fogunk nem sokára megjelentetni, a Vendégségben Bajor Gizinél ez a címe, és földolgozzuk Bajor Gizi dokumentumait, azt a hagyatékot, amely az Országos Színház Történeti Múzeumba került. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van 1500 beleltározott fényképünk, amely Bajor Gizi színpadi szerepeiről és a magánéleti pillanatairól készült. Van 40 olyan jelmeztervünk, Nagyajtai Teréz alkotta ezeket, amelyek Bajor Gizi nevezetes szerepeinek a dokumentumai. Hát hány tárgyunk van, Zsolt? 90, 120? Körülbelül 120 darab tárgy maradt fent a hagyatékban. Van ez a 120 tárgy, 80 kézirat, amelyben levelek vannak, oklevelek vannak, iratok vannak, tehát mindezt kiadjuk egy DVD-n, illetve hát tanulmányokat is írtunk ebben a témában, tehát bemutatjuk a Bajor Gizi kultusz alakulását, Bajor Gizi lakásait, megnézzük a Bajor Gizi Múzeum történetét, összeállítottuk Bajor Gizi szerepeit, filmszerepeit. Most először készül egy Bajor Gizi bibliográfia, amelyben látszik, hogy ki és mikor és mit és milyen témában írt Bajor Gizi életéről, haláláról, tündökléséről. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős állomás lesz a Bajor Gizi Múzeum életében és a Bajor Gizi
kutatás történetében is, hiszen jó néhány olyan mozzanatra derül fény, amelyet hát úgy mondogattak. Most természetesen nem a haláláról beszélek, mert ugye mindenki a halálának fenn, vagy a halálátról akar valamit tudni. Azt ki kell jelentenünk, hogy nem lehet tudni semmit. Ott két ember volt jelen, a Germán Tibor és a Bajor Gizi, és megtörtént a tragédia, hogy ez a kettős öngyilkosság volt, a Germán Tibor megölte, és utána magával is végzett. Ezeken lehet gondolkodni, de nem ezt akarjuk megfejteni, hanem jó néhány olyan mozzanat van, amelyet eddig titok fedett. Például nem tudtuk, hogy mikor kihez ment hozzá, mikor kitől vált el, tehát ilyen átumok, vagy egyáltalán egy kronológiát összeállítani Bajor Giziről. Ez az egyik, de hát természetesen vannak más gyűjtemények is, van egy, a Szenikai gyűjteményben van egy nagy díszlet, és hát én nem is tudom, minek nevezzük, úgy nevezzük, hogy a jezsuita díszlettervek Sopronból, ez a neve, erről készült egy katalógus szintén a közelmúltban, és hát könyvtárban is folyik dolgozó munka, a ritka könyveket restaurálták, bekötötték a dokumentációban, a sajtókivágatokat digitalizáljuk. Elkészült 1949-től napjainkig a teljes magyar színházi repertoár, illetve hát most már földolgozzuk a korábbi előadások adatait is. Azt hiszem, hogy a Nemzeti Színház 170, körülbelül 170 vagy 180 éves, most már Nemzeti Színház 1830 alakult. A Nemzeti Színház repertóriumát is hamarosan az interneten, a színháziadattár.hu nevű internet oldalon el lehet érni. Hát én röviden ennyit akartam, mert remélem, hogy nem hagytam ki semmit. Ahol még szintén nagyon jelentős munka zajlik, az a Tánctár, tehát az Országos Színháztörténeti Múzeumnak azért van egy nagyon jelentős tánci gyűjteménye is, illetve hogy tulajdonképpen a teljes színpadi tevékenységet lefedje a múzeum, így egy nagyon jelentős báb gyűjtemény is helyet kapott a múzeumban belül, tehát ezeken a területeken is nagyon intenzív munka folyik. És hát, bocsánat, az a lényeg, azért ezt hangsúlyozzuk, hogy a Bajor Gizi Színészmúzeum az a 12. kerületben van, amit Gobbi Hilda létrehozott, Tamás elmondta, ez a kiállító helyünk. De van egy központi épület, és az a van az első kerület, Krisztina körút 57 szám alatt, ez a színházi intézeti épület, és a kollégák most, amiről beszéltek, a gyűjteményezés, a feldolgozás, az ott zajlik. A munkának az eredményét szó volt arról, hogy megjelenik majd DVD-n, fölkerül a színházi portálra, a múzeumnak a saját honlapjára szintén föl fog kerülni, vagy pedig könyvformájában lesz a többi ismeretanyag hozzáférhető? Nekünk már van most egy honlapunk, ez a bizonyos színháziadattár.hu, ami az 1949-től napjainkig a valamennyi előadás adatait rögzíti, illetve 15 ezer fényképet is tartalmaz, uh-huh. Tehát azt is meg lehet nézni, hogy 1950-es években ezekben a sematikus darabokban milyen díszletek voltak, a színészek hogy voltak felöltözve, illetve van még a színházi előadás felvételekről, tehát vannak videó felvételeink, és talán ez az intézetnek egyik legnépszerűbb gyűjteménye, ezt naponta többen használják, illetve hát hétfőn, szerdán és pénteken, amikor a kutatási napok vannak, akkor ezt többen használják, és erről is van egy katalógusunk. Tehát azért van nekünk egy ilyen gyűjteményünk, hát manapság már könyvet nagyon nehéz kiadni, de hát ez a Bajor Gizi, ez a Vendégségben Bajor Gizinél című katalógus, ez reméljük, hogy megjelenik, és ebben lesz néhány adattár is. Uh-huh. Igen, tehát miután a Bajor Gizi Színész Múzeum kiállítóhely, ezért az ott zajló programokat egyébként a Színházi Intézet honlapján, tehát a www.színháziintézet.hu-n lehet nyomon követni. A Bajor Gizi Színész Múzeumnak nagyon sok fotó és egyéb anyaga van. Kik azok a színészek, akikkel kapcsolatban kiemelkedő a mennyisége ezeknek az adatoknak? Hát vannak olyan művészek, akik a teljes gyűjteményüket a színházi intézetre hagyományozták. Tehát mondjuk, ami az egyik legérdekesebb, az a Váradi Hédinek a teljes fénykép gyűjteménye, ami nála a lakásban létezett összes fénykép, az ott megtalálható a sztárképektől a privát képekig. De nagyon sok fényképünk van mondjuk Karádi Kataléról, vagy nagyon sok fényképünk van Szelecki Zitáról. Tehát mondja, vannak persze olyan alakok, vagy olyan személyek, akikről alig-alig tudunk valamit bemutatni. De akik mondjuk ilyen népszerűek voltak, vagy a fényképezés már olyan elterjedt volt, azoknak óriási gyűjteményük van. És hát persze szerencse is kell hozzá, hiszen a nemrégiben
jutottunk egy olyan gyűjteményhez, amely a Déli Báb című színházi hetilapnak a fotoarchívuma tulajdonképpen, és ebből sikerült megvásárolnunk jó néhány darabot, amelyek ritkaságok is. De hát, hogy milyen teljes színházi hagyatékok kerülnek hozzánk, ugye ez teljesen esetleges. Legutóbb például Szilágyi László, aki egy operett szerző volt, egy operett librettókat írt, az ő hagyatékát ajándékozták nekünk egy jelképes összegért, és hát abban rengeteg fénykép volt, rengeteg színlap, szövegkönyvek, levelek. De hát mondhatnánk azt, hogy valakinek nem kerül persze hozzánk a gyűjteménye, de arra törekszünk, hogy lehetőleg minél gazdagabb legyen ez a múzeum. Tehát amik a falon vannak, vagy a Bajor-Gizi Színész Múzeum kiállító helyén vannak, az valóban csak egy kis töredék. Tehát, hogy fogalmunk legyen, hogy milyen a fényképgyűjteménye, az olyan 600 ezer fénykép van, és ezek között negatívok vannak, tehát színházi fényképészek teljes hagyatékát megvásároltuk, Welles Elláét például, aki az 1930-as évektől kezdve a 70-es évek végéig mindenhol fényképezett, és hát egy-egy előadásról 30-40-50 képet is készített. Természetesen ezek nem olyan jó minőségűek, mint az MT-ben, de fényképek és dokumentumok, és hát ezeket is lehet forgatni, és ezek is őrzik a magyar színház múltját. A múzeumnak az anyagát hogyan csoportosítják, osztályozzák, tehát milyen gyűjteményi egységek vannak? Azt hiszem, hogy ez szinte nagyjából már elhangzott, tehát tulajdonképpen van a színlaptár, ahol különböző plakátok, kis nyomtatványok kapnak helyet, van a fotótár, van a kézirattár, van a szcenikai gyűjtemény, az emléktár, a képzőművészeti gyűjtemény, a bábtár, a tánctár, a videógyűjtemény, van egy hangarchívum, és hát a könyvtár. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán így mindent felsoroltunk. Hát igen, úgy kell ezt a gyűjteményt elképzelni, hogy a színház előadásról milyen dokumentumok maradtak fönn, és hát ezeket a dokumentumokat gyűjtjük. Tehát ami a színház előadást reklámozta, amit a színház előadás létrehozásakor készítettek az alkotók, és ami megőrizte kritikák, fényképek, visszaemlékezések, tehát inkább így lehet megközelíteni. Tehát ha valaki arra kíváncsi, hogy hogy nézett ki egy színház előadás 30-40 évvel ezelőtt, akkor mi igyekszünk azokat a dokumentumokat elővenni a gyűjteményünkből, amelyek egyes bemutatókról fennmaradtak. Van, amiről egy kezünkben elfér, és van, amiről pedig hát van rendezőpéldányunk, levelezésünk van, 30-40 darab fényképünk, díszlettervek, jelmeztervek, tehát nagyon változó. Sajnos azt kell, hogy mondjam, nem mindig a legjelentősebb előadásokról van a leggazdagabb anyagunk, vagy adataink. Ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, hogy a gyűjtés mennyire tudatos, mennyire tudják a fontos dolgokat beszerezni, gyűjtemény gyarapításnak milyen módjai vannak, és a mai színházi élet mennyiben tartozik a múzeumnak a gyűjtőkörébe? Hát az utóbbi években sajnos a múzeum anyagi helyzete egyre kevésbé teszi lehetővé azt, hogy különböző tárgyakat, vagy emlékeket, dokumentumokat vásároljunk. Leginkább ajándékozással vagyunk rászorulva, de szerencsére azért mindig akadnak támogatók. A pályázati rendszer az, ami lehetővé teszi azt, hogy időnként egy-egy jelentős, fontos emléket a múzeum számára megvásároljunk. Igyekszünk élő kapcsolatot tartani ma is a színházakkal, tehát ennek megfelelően próbáljuk begyűjteni a mai színházi előadások különböző dokumentumait is. Nem akarunk ünneprontok lenni, de hát ugye vannak, amikor ilyen szomorú dolgok szólnak közbe egy-egy gyarapodásnál. Például most az új színházból meg fogjuk kapni ennek az igazgatásnak, ennek az érának a dokumentumait, a rendezőpéldányokat, a videófelvételeket, de ez ugyanígy volt a Vidám Színpad esetében, amikor a Vidám Színpad megszűnt, akkor is elhoztunk mindent. Tehát, és vagy az egyetemi színpadról is. Hát azt nem mondanám, hogy ez egy nagyon vidám dolgok, mert mondjuk ellentétben mondjuk akár a Szépművészeti Múzeummal, ahol mondjuk mumiákat vásárolnak, vagy aukciókon festményeket, néha úgy érezzük, mintha ilyen hanlék lennénk, de hát ennek a munkának ez a munkához is hozzátartozik. Mielőtt következne a következő zene, azt a kérdést szeretném föltenni, hogy ha az egész múzeumból egyetlen egy tárgyat vagy emléket tarthatnának meg, annak a másolatát, akkor mi lenne az?
Hát számomra egészen biztos, hogy Kisfaludy Strók Zsigmond Bajor Gizi portréja, szobor portréja az, ami talán a legszebb darab számomra, tehát ez tényleg egy mellszobor Bajor Giziről, fehér karorai márványból, tényleg egy gyönyörűséges darab. Hát mondjuk nekem több is van, nekem biztos, hogy valahol a Bajor Gizi Kobi Hilda kapcsolódás, akár egy kép, amit Gobbi Bajorról beszerzett legelsőként. Tehát ahogy ez, ami azt tükrözi, ahogy ez arra emlékszik, hogy ez a Színész Múzeum megalakult. Most egyet konkrétan nem tudnék. Nemrégiben jutottunk hozzá egy Bajor Gizi pasztelképhez, amit egy Eva Sawyer nevű angol képzőművész készített. Hát nekem az nagyon kedves, bár van egy óriási Jászai Mari festményünk is, azt is nézegetem nap, mint nap, de talán ez a pasztel, ez kedvesem. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, akkor ismét zene következik, és utána a Kaleidoszkóp. Vasárnap délután a nagyságám hat visszállik, illethetne már, és a gazdám úzsa kimorhati uzsorát. Azért jöttem el magához, igen, tisztelt úr, mert azt hallom magánál sok színészté tanul. Ott hagyom a cserépáját, üsse meg a kő, lehet majd még belőlem is pesti színésznő. Jól van, drágám, de először vizsgáznia kell. Legjobb lesz, ha rögtön egy kis nótát énekel, gyere te, Niman, légy az enyém. Te vagy a legpusztább legény, a te kurázsit, a teste lázsit, szed, mint a legszebb töltemény. Gyere be, Niman, gyere, papám, maradj a nőcskéd oldalán. Nincsen a földön többi egyén, gyere te, Niman, légy az enyém. Végre itt a szerződésem, most már mehettek. Nagyságák és cserétszoba Istenben lettek. Többé nincs nagy takarítás, csak virág özön. Ha a korzón végig mennek, mindenkit köszön. Istenkém, de boldog vagyok, majd szétrepedek. Talán már ma estére már fel is léphetek. Jaj, kosári Emánuel, pedák sárika, itt van az új kollégátok, Pacal Márika. Gondoljuk most, tisztelt úr, hogy jön a partnerem, próbálja csak egy kicsi nyég nótázni velem. Gyere te, Niman, légy az enyém. Te vagy a legpusztább legény, a te kurázsit, a teste lázsit, szem, mint a legszebb költemény. Gyere te, Niman, gyere, popám, maradj a nőcskét oldalán. Nincsen a földön többi egyén, gyere te, Niman, légy az enyém. Kedves hallgatóink, Önök a Tárlatról, Tárlatra című műsort hallgatják a Kontakt Rádióban, és a Bajor Gizi Színész Múzeumról beszélgettünk eddig, és még egy dolgot a múzeummal kapcsolatban szeretnék megemlíteni, nevezetesen, hogy Egy percesek színpadra címen középiskolásoknak pályázati felhívást írtak ki, olyan színpadi egyperces novellákat várnak, amik maximum 15 percben tetszőleges stílusban előadhatóak, és amiknek a díjazása is meg fog történni, a kiírást pedig egész pontosan úgy hangzik, hogy Örkény István születésének 100. évfordulóját tiszteletére az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet versenyt hirdet, a szerző egyperces novelláiból szabadon válogatva színpadi produkciókat maximum 15 percben. Az értékelésnél fő szempont, hogy a szerző életműhöz méltó és humorban gazdag előadások szülessenek.
Az elkészült alkotásokat DVD-n kérik eljuktatni, a jelentkezés függvényében pedig előzetes megnézéseket is terveznek. Akit a részletek érdekelnek, azok Szebényi Ágnest keressék, a szebenyi.agnes@sinhaziintezet.hu e-mail címen, vagy pedig a múzeumnak a 375-1184-es telefonján, a 105-ös melléken, Budapesten van, tehát természetesen egyes körzetszámmal. Úgyhogy egypercesek színpadra van jelentkezési határidő is, mégpedig február 15-e. A beérkezési határidő március 30, az eredményhirdetés pedig április 5-én lesz. És akkor, ha a színházról volt szó, akkor ehhez kapcsolódóan még egyszer tehát fölhívom a figyelmet a Klebersberg Kultúrkúriában az Országomat egy lóért kiállításra, amelyik ott megtekinthető 26-áig, tehát most már csak néhány napig. És akkor Szegedre invitálnám önöket, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárba, ahol anno 1912 Képek, Hírek, Szenzációk címmel nyílt egy kiállítás a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárnak a dómtéri épületében, és itt az 1912-es eseményeket foglalták össze, például a Titanic elsüllyedése erre az évre tehető, a balkáni háború, Scott kapitány antarktiszi kirándulásának szomorú, tragikus vége, megfagyott, Stockholmban az olimpia, az állatkert megnyitása itt Budapesten, vagy Szegeden a kasszálló előtt Dankó Pista szobra és további más dolgok, mindezek újságok, plakátok, képeslapok és fotóknak a segítségével. A könyvtárban vannak további kiállítások is, például Bulitól a Bálig, Ruhákba zárt művészet címmel nyílik kiállítás, Buknitz Ildikó és Fenyvesi Tünde divat tervezőknek a munkájából 12-én nyílt a kiállítás. Itt nagyon különböző stílusú ruhákat lehet megnézni, alkalomra szántakat, személyre, pénztárcához szabott öltözködési ötletekkel. Másik könyvtári kiállítás Utam a világban címmel nyílt, Székely Tibor, a világhírű eszperantista, világutazó, felfedező és író könyveiből rendezték ezt a kiállítást. Budapesten, a Ferencvárosi helytörténeti gyűjteményben, látótérben Ötvös Lóránd és Tróbl Alajos térhatású fotográfiák, tehát itt egy fénykép kiállítás lehet megnézni. A mai háromdimenziós korunkban meglepő, hogy Ötvös Lóránd, aki ugye 1848-tól 1919-ig élt, és Tróbl Alajos 1856-tól 1926-ig, tehát hogy az ő hagyatékokban sztereófotó felvételek már voltak. Ezekből lehet tehát válogatást látni. A kiállítás témájához kapcsolódó olyan tárgyak is vannak, mint a sztereoszkóp, illetőleg negatívok, fényképes doboz, képeslapok és szakkönyvek is. Szintén fotókiállítás lehet a Gyárfás Jenő képtárban, a Székely Nemzeti Múzeumban Erdélyben. Camera Club Siculorum fotóklub kiállítása címen megtekinteni. Művészeti kiállítás nyílt a Francia Intézetben itt Budapesten, Kettős tükör, Farkas Aladár és Lucien Hervé kiállítása, ahol ugye Hervének a fotói Farkas Aladár szobrairól láthatóak, a szobroknak a témája pedig a vietnámi háború ihletése. Másik művészeti kiállítás Győrben, a Richter teremben nyílt Diák Mónika Viktória, Farkas Zsuzsa és Németh Hajnal Aurora képzőművészeti tárlata, és ugyanitt a Városi Művészeti Múzeum képtárában, a Napóleon házban pedig a kortárs képzőművészet kiállítás nyílt, amely az Art 9000 Egyesület pályázatára beérkezett művekből válogatott alkotásokat mutatja be. Digitális képek is vannak, közöttük nem csak festmények, illetőleg szobrok és más installációk. A Budapest Galériában Gink Juditnak az emlékkiállítása látható. Ezen az emlékkiállításon Gink Juditnak több arculata is bemutatkozik, az ironikus és száraz, kiszámított, szigorú, és ezzel szemben állítva a lírai, lágy,
tulajdonképpen érzelmes arculat is, ami a műveiből tükröződik, különböző korszakaiban, különböző hatások érték, és ez a művészetében nagyon jól tükröződik, például a rozárium koszos szürke színén a padlón, széttépett rózsák, rózsalevelek láthatók, másút virágok, indák, kanyargó, kacsok, kicsiny, terítők, kollázsa, vidám, színű, hatású művek. Ha tovább nézzük, Nagy Kanizsán színes sejmek, fodrok, csipkék címmel nyílt kiállítást a Túri György Múzeumban, és ennek a kiállításnak az érdekessége, hogy tulajdonképpen itt egy divat történeti kiállításról van szó, 1860 és 1930 közötti időszakba lehet bepillantani, a női, férfi és gyermek viseletet egyaránt bemutatják attillák, zrinyik, kazinci vagy budakabátok, krinolinok, turnűrök, harangszoknyák, de egészen a háborús krinolinig, a célszerűség és elegancia koráig, a fiús garçon női egyenes szabású ruhákon keresztül a 1930-as évek alakra simuló, bonyolult ruháig nagyon sok mindent lehet látni, egyszerűeket is, és díszeseket is, például gyöngyelhímzett báli ruhaderekakat, estélyi ruhákat, bársonybáli belépőket, vagy Ferenc Jóska szalonkabátot, cilindert, klakkot és kobakkalapot, kemény gallérokat és még nagyon sok egyebet. Győrben ismét a Váci Péter gyűjteményben egy másik textil kiállítás nyílt, Zugman Ilona foltvarró cégmesternek a kiállítása, ahol a folt mozaik vagy patchwork különböző alkotásait lehet megnézni. A Győr városában élő foltvarrók egyik kiemelkedő alkotójának a keze nyomán. A négy évszak varázsát mutatja be a téma választásával. Visszatérve Budapestre, a Klebersberg kultúrkúriában van egy olyan kiállítás is, mely Alternatívák címen nyílt meg, és Gallac Rita, Uri Eszter és Varga Anikó textíliait mutatja be. Itt a tradíciók újraértelmezése, hagyományos technikáknak az ötvözése modern dizájn elemeivel figyelhetők meg a különböző alkotásokon, Uri Eszternél pedig a fotózás, digitális manipulációt és digitális kivitelezést is lehet látni az alkotásain, ugyanúgy, ahogy Varga Anikónál. Békés Csabán, szintén textilben, textil művészet tekintetében tudunk kiállítást ajánlani, Sárvári Katalin textilművésznek a kiállítását, aki az Új utakon Munkácsi nyomán címmel mutat be egy sorozatot az alkotásaiból. Rába Patonán született egyébként Sárvári Katalin, és az Iparművészeti Főiskolán végzett és ruhatervezést tanít most is ott. Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban Ánból szőtt lélek címmel ezúttal nem textil kiállítást ajánlok, hanem egy irodalmi kiállítást Tóth Árpád születésének 125. évfordulója alkalmából nyílt, amelyik a költő költészetének egyes korszakait mutatja be, verses kötetei köré csoportosítva a kapcsolódó élettereket, példaképeket, eszmeiséget. Emellett azonban saját kezű rajzok is megjelennek. Mindezek részben a családnak köszönhetőek, illetőleg a Debreceni Irodalmi Múzeum gyűjteményének, meg a Országos Széchenyi Könyvtárból és a Tudományos Akadémia Könyvtárából is kaptak anyagot. Szintén Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban egy történelmi kiállítás nyílt Raoul Wallenbergről Számomra nincs más választás címmel. Raoul Wallenbergről sokan tudják, hogy 1945. január 17-én látták utoljára, amikor is három szovjet katona kíséretében volt, és mikor elköszönt, érdekességként jegyzem meg, úgy köszönt el, nem tudom, vendég vagyok-e, vagy fogoly. Ennek az időszaknak, tehát a II. Világháború időszakának egy másik kiállítása is nyílt Budapesten a Holokauszt Emlékközpontban, az Újvidéki Razzia emlékkiállítás,
Örök barátságtól a népbíróságig címmel. A Magyar Műhely Galériában Gál Endre saját felelősségre címmel nyílt egy művészeti kiállítás, amelyik azonban nem csak a művészetet, hanem a művészetnek, mint a címében is kifejti, a felelősségét is bemutatja. Még a kortárs magyar illusztráció művészet gyermekkönyv illusztrációira is fölhívnám a figyelmet, amelyik szintén Budapesten a Gál Imre galériában nyílt, és Hódmezővásárhelyen az Alföldi galériára, ahol Lechner, Smrecsányi, Boldi egy 4 generációs művészcsalád kiállítása címmel a vásárhelyi őszi tárlat tekinthető meg. Előzetesként pedig szeretném fölhívni a figyelmet a Budapesti Magyar Népi Iparművészeti Múzeumra, ahol Közösségekben élő múlt címmel a Zalaegerszegi Kézművesek Háza szakkörvezetőinek a kiállítása tekinthető meg. Műsorunkat pedig ismét meghallgathatják szombaton 4 órától, utána pedig az archívumban. Viszont hallásra! Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.